Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Megalakult az új parlament, és hogyha nagyon leegyszerűsítjük a történetet, akkor annyit mondunk a mai napról, hogy hát volt itt minden, mert még az utcán is a földtörvény ellen tiltakoztak jobbikos szimpatizánsok, volt jobbikos képviselő szervezésében, aztán, hogy például határon túli magyar párt képviselőjét miért köpték arcon, azt arra úgy igazából senki nem tudott magyarázatot adni a földtörvénnyel kapcsolatban és az elleni tiltakozásként. Aztán bent a ház falain belül pedig a képviselők esküjével, a miniszterelnök esküjével, a képviselők, a házelnök esküjével alakult meg az új parlament, az új országgyűlés, és ahogy azt már az ajánlóban látták, hallották, és a híradóban és a hosszú tudósításainkban, a képviselők közül, az ellenzéki képviselők közül többen alternatív esküszöveget mondtak, például Szabó Tímea. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Mondta, vagy csak írta? Mert ugye a parlamenti közvetítésben a DK-sok hangját valamennyire lehetett hallani, ők is egy külön szöveget hozzáfűztek az eskütételhez. Ön egy sajtótájékoztatót tartott, azon elmondta, hogy mit mondtak még, de most akkor ezt mondták, vagy csak írták, írásba adták, szóval mi történt? Igen, egy kicsit bonyolult a történet. Amikor maga az eskü szövege elhangzott, akkor én az alaptörvény helyett alkotmányt mondtam, de tulajdonképpen ennek jogi jelentősége nem volt számomra, ennek politikai jelentősége volt, illetve hát a kezembe fogtam szintén szimbolikus üzenetként a Magyar Köztársaság alkotmányának szövegét. Ezen túlmenően mi az eskütétel után az együtt PMS képviselők négyen tartottunk egy sajtótájékoztatót, ahol nem alternatív szövegként, hanem kiegészítésként elmondtuk, hogy mi tulajdonképpen mire is esküszünk fel. Tehát jogilag de ezt tiszteletben... az eskütételkor ezt mondták, úgy, mint a DK-sok? Nem. Ott úgy gondoltuk, hogy hát mi másképp gondoltuk, mint a DK-sok, más utat választottunk. Igazából itt elkülönül a jogi aktus és a politikai vagy szimbolikus aktus, tehát mindenkinek alá kellett írni azt a szöveges eskütételt is, ami az eredeti szöveg tulajdonképpen, hiszen bár a mandátumunkat nem vesztettük volna el, mert azt még Kövér László sem tudja tőlünk elvenni. Ugyanakkor mondjuk ez biztos? Igen. Viszont extrém esetben mondjuk megvonhatta volna a mandátummal járó képviselői jogainkat, és egyébként akár még a fizetést is, ami a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy mondjuk nem tudtunk volna szavazni, nem tudtunk semmit volna felszólni. Tehát extrém esetben még azt is, nem tudtuk, erre nincsen precedens, az elmúlt 24 évben nem volt erre példa, hogyha mi hozzáírunk az írásos esküvőhöz, kihúzunk belőle. A DK-sok voltak a bátrak, mert ők megtették. Nem tudom, hogy ők pontosan mit csináltak, azt sem tudom, hogy mi lesz ennek a következménye. Mi úgy gondoltuk, hogy azért a választók adtak nekünk egy bizalmat, a választók felkértek minket arra, hogy amennyire lehet még ebben a borzalmas kétharmadban meg megerősödött jobbik a teli parlamentben is próbáljuk meg, amennyire lehet az ő érdekeiket képviselni. Egyébként elmondtuk, hogy nyilván mi a parlamenten kívül látjuk most elsősorban az ellenzéki politizálás lehetőségeit. De azt nem akartuk felvállalni, hogy esetleg ne tudjuk gyakorolni ezeket a jogainkat. Azt egyébként megtehettük volna, hogy mi magunk azt mondjuk, hogy akkor mi mondjuk ezzel a lehetőséggel nem élünk, hogy képviselők leszünk, viszont visszaadjuk mondjuk esetleg a mandátumunkat, abban az esetben, hogyha valóban megmondják ezeket a jogokat tőlünk, és akkor a helyünkre mondjuk egy másik PMS vagy egy másik együttes képviselő ülhet be. De akit ugyanolyan, most mi értelme lett volna? Ezt akartam mondani, akit ugyanolyan helyzetbe hoztunk volna, hogy most vagy felesküszik erre az alaptörvényre, vagy nem. Hiszen az egész vita az tulajdonképpen az alaptörvény körül fogalmazódott meg, hogy arra az egypárti, a Fidesz által a társadalomra oktroyált alaptörvényre fel lehet-e esküdni nyugodt lelkiismerettel, vagy tiszta lelkiismerettel, vagy nem. Mi úgy gondoltuk, hogy mi az alkotmányosság helyreállításáért, a demokrácia helyreállításáért, az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartásáért fogunk küzdeni, erre esküszünk fel az elkövetkezendő 4 évre. Na ez volt az eskütétel bent, aztán kint, amikor sajtótájékoztató volt, akkor már gyülekeztek a jobbikos szimpatizánsok, a földtörvény ellen tiltakoztak, de bajnaiztak, meg libáztak is egy kicsit, bár
éppen hogy súrolták egymást az önök sajtótájékoztatója és a tiltakozók. Azt én nem igazán tudom, hogy miért pont most tiltakoztak a földtörvény ellen, tehát annyi minden ellen tiltakozhattak volna. De ott akkor csak ennyi történt, hogy egy kis bekiabálás, és utána éppen befejezték önök, tehát így nem találkoztak igazából a tüntetőkkel. Nem nagyon találkoztunk. Valóban én ott a helyszínen tartózkodó rendőröket egyébként megkérdeztem, hogy ők mit javasolnak, hogy itt tartsuk meg a sajtótájékoztatót, vagy menjünk bejjebb. Mi azt gondoljuk, egyébként is nekem meggyőződésem, hogy mindenki elmondhatja szabadon a véleményét. Mi még legalább ezt szimbolikusan is szerettük volna megmutatni, hogy nem futamodunk meg, nem próbáljuk meg elhallgattatni a tőlünk ellentétes véleményeket. Egy-két ellentüntető volt, aki a szokásához híven hangos volt, tehát ott sípolt. Illetve volt egy idősebb hölgy, aki később ugye a híradások szerint fideszes képviselőket is, illetve vajdasági magyar politikusokat is köpködött. Én őt láttam, illetve őt felismertem a képről, de igazából ketten-hárman voltak, nem volt annyira jelentős ez. Az, hogy ők miért tüntettek, azt meg hát a fene tudja. Mondták a földtörvény miatt. Na, akkor vissza a parlament falain belülre. Alelnököt is választottak, sok mintát ki más mellett, és Schneider Tamás személye körül már napokkal korábban kipattant a vita, egy jobbikos képviselőről van szó, Jobbik őt jelölte alelnöknek. Igazából mi volt itt most az egésznek a tétje? Hogyha az ellenzékben Fidesz azt mondta, hogy hát nagyon sajnálja, hogy itt az ellenzéki pártok még ebben sem tudnak egyességre jutni, hogy ki legyen az ellenzéki alelnök jelölt, hát ők ezt a kormányzó párt nem döntheti el az ellenzék helyett. De mi lett volna akkor, hogyha senki nem támogatja? Mi volt ennek a tétje, hogy lesz-e ellenzéki oldalról egy alelnök? Hát igen, itt ugye közjegi pozíciókat úgymond osztotta ki ezeken a tárgyalásokon, bizottsági elnöki pozíciókat, alelnöki pozíciókat, azok a frakcióval rendelkező pártok, akik most ugye öt vagy ötfőnél több képviselővel rendelkeznek a parlamentben. És hát bizonyos számú pozíció például az alelnök jár a kormánypárti képviselőknek, vagy a kormánypártoknak, és bizonyos számú pedig az ellenzékieknek. Valamilyen egyesség folytán én nem voltam ezen jelen, vagy mi nem voltunk jelen. A Jobbik is jelölhetett alelnöki pozícióra, de ugye ez korábban egyébként Balczó Zoltán volt, aki ellen nekünk nem volt kifogásunk, tehát a Jobbikkal sok problémánk van, de úgy gondoltuk, hogy Balczó Zoltán múltjában nincsenek olyan, hát olyan sötét foltok, mint mondjuk Schneider Tamás múltjában, aki hát felvállaltan az egri skinheadek vezetője volt, amit ugye... Ez egy szubkultúrában is szinte mindenki bakancsba járt már kopaszon. Persze, a náci szubkultúrában is, nem tudom, biztos Hitler úgy gondolta, hogy a bakancs az egyetlen tényező, ami meghatározza őket, és nem a cselekvéseink. Tehát lehet itt össze-vissza kenni a dolgokat, de azt hiszem, hogy itt az a lényeg, ami meg is jelent a sajtóban. És azt hiszem, hogy jogerős ítélet is született azzal kapcsolatban, hogy ő bántalmazott roma származású honfitársainkat, földön rugdosta őket, saját édesanyját is egy valami pénzügyi vita miatt gyámság alá akarta helyezni. Tehát egy olyan közjogi méltósági, vagy egy olyan pozícióba, egy olyan közjogi pozícióba, ami azért mégiscsak valamennyire szimbolizálja a magyar parlamentet is, még akkor is, ha az olyan, amilyen, és a Fidesz van többségben, és ott a Jobbik. Azért szerintem nem lehet ezt felvállalni Magyarországon. De mi volt ennek, még egyszer kérdezem, a tétje, hogyha egységesen kiálltak volna mellett, hát hogy szerintem nem, ki kellett volna állni. Semmi. Akkor nem lett tehát volna ezt meg az lehetett ellenzéknek... volna tenni. Szerintem nem elfogadható az, hogy az ellenzéki pártok belementek egy ilyen alkuba. Nem tudom, nem voltam ott ezen a megbeszélésen. Nem tudom, hogy ezt azért tették el, hogy kapjanak cserébe bizottsági elnöki, alelnöki pozíciókat. Az biztos, hogy az Együtt PM számára teljesen elfogadhatatlan az, hogy úgy álltak föl ettől a tárgyalóasztaltól, hogy ők belementek abba, hogy Schneider Tamás lehet alelnök, még akkor is, hogyha egyébként ők mondjuk nem elszavaztak történetesen. Ugye volt, aki nem elszavazott az ellenzékiek közül, és hát... Az ellenzékiek közül nem mindenki nem elszavazott? Nem. Én direkt megnéztem utána kíváncsiságból, mert mi csak a számokat látjuk ott a monitoron. Az MSZP tagjai, illetve a független képviselők nyomtak nemet, és az LMP tartózkodott, ami szintén számomra egészen érthetetlen, már én azt gondoltam, az LMP ezen a téren már nem tud engem meglepni, de most mégiscsak megtették. És mi van azzal a hírrel, hogy Balogh Zoltán
Navracsics Tibor és Lázár János nemmel szavazott Schneider Tamásra. Korábban is előfordult már egy-két, főleg szimbolikus ügyben, hogy ha bár ugye nagy a pártfegyelem a Fidesz frakcióban, nem gombot nyomnak, hanem inkább nem nyomnak egyáltalán semmilyen gombot, tehát nem szavaznak ezzel fejezve ki mondjuk nem tetszésüket, vagy nem egyetértésüket az ügyben. Mondjuk érdekes, hogy például Kövér László, aki a nemzetegységéről beszélt, és arról, hogy az emberi méltóság mindenkit megillet, gond nélkül megszavazza mondjuk Schneider Tamást. Orbán Viktor is megszavazta, akivel szemben, hogy szintén a nemzetegységéről fog beszélni, és hogyha az jelenti a nemzetegységét, hogy mi szemet hunyunk olyan múltú, szerintem egyébként eljövhetetlen bűnök fölött, amikor valakit származása, vallása, akármilyen társadalmi hovatartozás, amit ugye Áder János ma külön ki is emelt többször is a beszédében, megbélyegzik, megverik, bántalmazzák, egy ilyet szó nélkül támogatunk azzal a felkiáltására, hogy Kövér mondta, hogy hát azért mégse szakítsunk már meg egy 24 éves tradíciót, hogy beleszólunk egymás pártjainak jelöléseibe. Az nem egy európai demokrata hozzáállás. És mindenki, akihez cinkosan asszisztál, azt szerintem gondolkozzon az olyan, hogy hogyan számol el a lelkismeretével. Majd megkérdezem tőlük. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.